Sziasztok, a nevem Borzi Vivien, fotósként dolgozom, és 2 éve van nálunk Holland Pázsit. Ez az egyetlen egy dolog nagyjából a házban, amit nem cseréltünk le azóta, mert kevés csak ezzel vagyunk elégedettek, vagy voltunk hosszú távon elégedettek. Szóval, mint mindenki, aki éppen házépítésben, felújításban van, szerintem mindenki elgondolkozik a pro és kontra érveken, hogy műfű vagy igazi, az igazival nyilván jön az, hogy ami számomra egyébként tényleg előny, hogy amikor levágod, akkor egy óráig fantasztikus fű illat van, és nagyjából ennyi volt az, amit el tudtam volna mondani mellette, mert mi nem vagyunk azok a fűnyíró típusok, nem vagyunk azok a nagyon kertgondozós fajta emberek, akik hétvégén szívesen kertészkednek, és ami nekem a Holland Pázsitban mindig is nagyon megnyerő volt, az azon kívül, hogy télen-nyáron használható, nem kell soha felszedni, nem kell szellőztetni, nem kell igazán vele semmit csinálni, az volt, hogy kutyabarát, gyerekbarát, puha, kényelmes, és tényleg olyan, mint egy szőnyeg. Úgyhogy én emiatt mindenféleképpen és mindig mindenkinek nagyon tiszta szívből ajánlom. Amit nagyon szeretek a Holland Pázsitban, az főleg az, hogy nem kell sarat vakarnom a padlóról, hiszen soha nem hoz be senki sarat a kertből, és a kutyát is bátran kimerem engedni. Annyi, hogy nálunk úgy van szoktatva a mi kutyusunk, hogy ne oda piszkoljon, viszont a Holland Pázsit, hogyha véletlenül ilyen gond adódna, hogy mondjuk egy szomszéd kutya vagy cica bejön hozzánk, és oda piszkol a pázsitra, akkor nagyjából egy leöntés, és tökéletesen tisztítható. Ami a gyereket illeti, nagyon bátran szokott rajta játszani, hiszen bármikor, amikor elesik, akkor nagyjából olyan, mintha egy puha szőnyegre esne, úgyhogy nem kell attól sem félnem, hogy akkor átesik, hogy megsérüljön, vagy akár beletörjön a ruhájába a fű, és ne tudjam kimosni. Úgyhogy ezek mindenképpen előnyös dolgok, de alapvetően azt szeretjük a legjobban, hogy nyaranként vagy jobb időben össze szokott gyűlni itt a szomszédság nálunk. Leülünk a fűre, itt iszogatunk, eszegetünk, dumálgatunk, és nagyon jól érezzük magunkat. Néha furcsán néznek ránk az itt elhaladó emberek, amikor nyaranta nagyjából egyszer, maximum kétszer porszívozgatjuk a pázsitot, hiszen ennek nincsen szüksége arra, hogy lenyírjuk a füvet, semmilyen egyéb kezelést nem igényel. Néha-néha annyit igen, hogy kiporszívozzuk, ugyanúgy, mint egy szőnyeget. És én azt gondolom, hogy azért ezzel elképesztően sok energiát lehet megspórolni, és nagyon sok idegességet, amikor már azon gondolkozik az ember, hogy több hete nem volt lenyírva a fű, és akkor egymáson mutogatunk, hogy ez most te feladatod, vagy a te feladatod lett volna. És nálunk, hál' Istennek, ez sem konfliktus forrás. Nem kell aggódnunk amiatt sem, hogy esetleg mínuszok vannak, akár ez ilyen -10 fokos mínuszok sem problémák itt ennek a pázsitnak, és a napkárosodástól, a kiégéstől és egyéb elszíneződésektől sem kell tartanunk. És pont ezek miatt, a dolgok miatt, amiket az imént elmondtam, én azt gondolom, hogy mindenkinek tiszta szívből ajánlom jócsiékat, hiszen ennél nem nagyon fogtok jobbat találni.